Eszterházi Podcast. Sziasztok, ez az Eszterházi Bookcast 13. adása Edinával, Sziszivel well. és Tinával. Májusban egy krimit szerettünk volna olvasni, így esett a választás Muszó Brooklyni lány című kötetére. A parkiadó nagyon segítőkész volt, így kaptunk négy darab példányt, amiből az egyiket ti is megnyerhetitek majd, de ne szaladjunk ennyire előre, beszéljünk kicsit a krimi műfajról. Na hát lányok, nektek van már tapasztalatotok a krimi terén? Hát nekem nincs, nekem ez volt az első még, ami hasonló tudnék mondani, az a vízményén volt, az is hasonló ehhez, hogy nagyon-nagyon sok szálon fut, és nagyon sok minden kiderül, rengeteg szereplőnk van, és az is ugrál az időbe. Szóval, hogy nagyon sok minden kiderül addig, mire igazából eljutunk a történet, történetnek a végére, ameddig azt az egy bizonyos dolgot ki akarják darítani. Én egyébként krimikbe a sorozatokat meg a filmeket nagyon szeretem, de így könyvek terén még nem nagyon volt benne tapasztalatom, viszont nagyon elvesztem. Én is több filmet és sorozatot nézek egyébként krimi témában, mint ahogy könyvet olvasok. A legismertebb krimi, amit olvastam, az Agatha Christie 10 kicsi néger című könyve volt. Az nagyon tetszett. És, és hasonló filmeket szeretem egyébként, ami így gondolkodtat, nyomozás, de nem olyan nyomozás, hogy már a legelején tudod, hogy amúgy ki volt a gyilkos, hanem hogy így ténylegesen el kell gondolkodni, csavarok vannak benne, ezt gyanúsítod, a következő oldalon már teljesen mást gyanúsítasz. Tehát ezt a fajta krímit szeretem, de egyébként azt hiszem ez volt az egyet egy olyan. Meg hát én régebben írtam krimi sztorikat. A könyvem is egyébként egy krimi. Én eddig egyébként sorozatokban több krimit fogyasztottam, mint mondjuk könyv formájába, mert én azért nagyon imádom a doktor csontot, a Keszült, meg a hasonló ilyen krimi sorozatokat, viszont én igazából a krimi műfajt azt egyébként muszóval kezdtem el úgy ténylegesen olvasni, ugyanis nekem ez volt a negyedik muszó könyvem, amit olvastam, és igazából ebből a négy könyvből Három az kifejezetten krimi volt. Ugye a, a Central Park az teljes mértékben egy krimi, az írók titkos élete is egy krimi volt, illetve a most, amit még olvastam, amit Cissi is olvasott, ugye? Hát az igazából az is egy krimi, de ott nem a krimin van a hangsúly, mivel ott ugye nem egy bűncselekményt próbálnak felderíteni, az inkább ilyen nyomozósabb, időutazósabb történet. Viszont én nagyon megszerettem egyébként a, a, krimiket olvasni. Én szeretem Muszónak a stílusát is, de szerintem mennyire ne szaladjunk még előre. Ti is ugye említettétek, hogy olvastatok már krimiket. Melyik volt eddig az, ami a legjobban tetszett. Most ezt a könyvet egyébként, a Brooklyni t még ne, ne vegyük így bele. Hmm, ez nagyon szomorú, pedig jó, hát nem egy Ágáta Kriszti. Nyilván Ágáta Kriszti a, a krimiknek a koronázatlan vagy koronázott királynője, ki hogy gondolja. Nekem az nagyon tetszett, tehát, hogy az teljesen más élmény volt nyilván, mint a Brooklyni lány, mivel ez az első, ez volt az első, és ez volt a úgymond a legnagyobb élményem a krimikkel, ezért én ezt, ezt mondanám. Tehát azért egy Ágata christie annyira nem kell szerintem senkinek bemutatni, hogy miért jó. Tehát, hogy tényleg az, hogy, hogy mindegyik szereplő a történet bizonyos pontján száz százalékig biztos vagy benne, hogy na, ő volt az. Ő csinálta. Aztán rájössz, hogy ha, nem, mert a következő oldalon már abban vagy százszerzalékig biztos, hogy nem, a, a másik szereplő az, aki csinálta. Igen, itt egy kicsit szerintem ö, ilyen rejtélyesebb volt ez a dolog, hogy nem tudtad azt mondani, hogy na ő volt, mert igazából egy csomó szereplőt amúgy nem is ismertél KB végig. Szóval ez egy kicsit ilyen izé volt, furcsa volt nekem egyébként, Sisi. Ahogy Tina említette, én is egyébként azokat a krimiket szeretem nagyon, amik, amikbe tényleg nem lehet rájönni, hogy ki a gyilkos. Nagyon-nagyon szeretek gondolkodni ezeken. Én például Agatha Christie-t még nem olvastam, viszont ugye a filmet... Am. Szeretnék egyébként, filmet láttam már tőle, és nekem az is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy tervezem, hogy fogok még olvasni. Agatha Christie-t, azt nagyon szeretnék. Neked szerintem egyébként ez elmondható, hogy azért ez a, ez a vásznod mutat. Nagyon jól. Tehát, amikor ténylegesen uh -huh. látod is a dolgokat, ott olyanokat is el tudnak rejteni, ami lehet, hogy könyvben így felületesebb olvasáskor nem jön át, és ugye a filmben meg meg tudják csinálni azt, hogy egyik szereplő egy kicsit csonyibban néz a másikra, és akkor a filmben bár egyből azt mondod, hogy uh -huh, annak vaj van a füle mögött, azt csinált valamit, azt tud valamit, amit mi még nem tudunk. Szóval szerintem ez például a krimi az egy teljesen képernyőbarát műfaj. Tehát, uh -huh. hogy ezt nagyon könnyen lehet adaptálni. hát nem véletlen, hogy ugye Ágata Krisztit is most még egyszer, most ilyen újra dolgozási hullámma van, meg aminek. Nekem nagyon tetszett, hogy csak így, hogy példát is hozzak, az a törbe ejtve és ugye az is hasonló, mint Agatha hmm. Christie, úgyhogy szerintem amúgy ez teljesen film, univerzum barát Ha már egy kicsit így elúsztunk Agatha Christie felé, akkor térjünk vissza a mai aktuális témánkhoz, ugye Musszóhoz. Hogy álltatok egyébként Musszó munkásságához? Voltak fenntartásaitok a könyveivel kapcsolatban? Mert azért, hogyha szétnézzünk mondjuk a Bookstagramon, meg a Booktube-on, moly.hu-n, egyéb helyeken, én nagyon sokszor azt látom egyébként, hogy Musszó egy ilyen, vagy szeretik őt, vagy nagyon nem szeretik őt. Igen, és... Igen egy nagyon megosztó munkásságú íróti. Hogy, volt, hogy voltatok vele az elején? Én eddig Muszótól még csak egy könyvet olvastam, a most című könyvét. Nekem az tetszett, viszont ez, nekem sokkal jobban tetszett, mint az. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy az is benne van, hogy ugye szeretem a krimiket. Nem volt bajom egyébként a mostal sem, viszont ott nem éreztem olyan pluszt benne. Ebben viszont igen. Nekem nem volt semmi előítéletem, semmi elvárásom. Bevallom őszintén, hogy én Edina-nál láttam, hallottam először muszóról, és direkt nem is néztem utána, tehát direkt nem kerestem rá a muszó ajánlókra, vagy a muszó kritikákra. Úgy voltam vele, hogy, hogy én teljesen úgymond szűz szemmel szeretném ezt olvasni, és hát bevallom, hogy nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy így, így nem tudom, hogy mire számítottam, mert próbáltam nyilván semmire sem számítani, de nekem nagyon tetszett. Egyébként szerintem ez egy nagyon jó első olvasási élmény volt, mert ez egy, egy nagyon erős muszú könyv volt szerintem a Brooklyn lány, mert ö, nekem egyébként négy könyvet olvastam már így tőle, és nekem ez volt ami a legjobban tetszett, a második talán a a Central Park, ami, ami nagyon jó volt, ott tényleg olyan fordulat van a végén, hogy eldobtam az agyam. Az írók titkos élete is jó volt, viszont nekem az utolsó ilyen, ez a most van, mert nyilván az egy időutazós sztori, és az volt benne nekem, ami nagyon-nagyon ami nem tetszett, a végkifejletet, hogy én utálom az olyan végkifejleteket, ami a végén van, viszont a többi könyvben nekem nagyon meglepő volt a vége, de még ennyire szerintem ne szaladjunk a könyvek végére. Kezdjük szerintem a spoilermentes résszel. Ugye mindig van egy spoilermentes részünk, ahol inkább a karakterről, a cselekményszálakról és ilyesmikről szoktunk beszélgetni. Szóval szerintem kezdjük is el a karakterekkel. Ti hogy voltatok a karakterekkel? Szeretétek őket? Nekem nagyon tetszett az az ötlet, hogy egy író személyiségét tette meg főszereplőnek, bár itt, itt elmondtad a podcast előtt, hogy ez nagyon gyakran benne van a muszó kötetekben. Hát igen, igazából a írók titkos életében is ugye egy író van benne. Mostban is jelen van egy író, viszont ezt annyira nem szeretném elmondani, hogy ott hogy van jelen, már a. Ne spoilolj. Igen, az spoileres lenne. Szóval azt így nem szeretném elmondani. Nekem az nagyon tetszett, hogy itt visszahozta ezt a tipikus zsánert, amikor egy író és egy zsaró páros nyomoz, tök mindegy, hogy már mondjuk nyugdíjazott ez a, ez a rendőr, viszont nekem ez nagyon tetszett, mert én tényleg szerettem nagyon a keszül sorozatot, ami ugye teljes mértékben ugyanez, hogy egy író és egy detektív együtt nyomoznak. Az teljesen más, hogy itt mondjuk olyan szál, meg olyan büntény után nyomoznak, ami ugye nagyban érinti az egyik felet. Szóval, hogy nekem ez nagyon szimpatikus volt, illetve bele teljesen, tehát nem éreztem azt az egész történet alatt, hogy ez most így bele lenne erőszakolva, hanem ténylegesen nagyon tetszett, mert hát az nem spoiler, hogy ugye egy nyomozás zajlik benne, hiszen ez egy krimi, és nagyon sokat hozzáadott az, hogy a főszereplőnk egy író, és ugye az írói kutatási módszerekkel kezdett el nyomozni a bizonyos eset után, amit majd kifejtünk. Szóval, hogy nekem ez teljesen beleillett, és nagyon-nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett, hogy te is mondtad, Edina, egyébként ez ugye egy visszatérő elem, hogy ennyit nyomoz egy, egy zsaru és egy író, vagy hogy sokszor van a sorozatokban is ez, hogy ugye csatlakozik egy író a csapathoz, hogy onnan merítsen ikletet. Úgyhogy nekem ez nagyon jó volt, nagyon jól működött szerintem a, a, a kémia, ha fogalmazhatok így, a zsaru és a, és a főszereplőnk között, és hát a többi karakter is nagyon érdekes volt, és az érdekeset most jelen pillanatban úgy értem, hogy tényleg érdekesek voltak, tehát hogy érdekelt a múltjuk, a jelenük, érdekeltek a gondolataik, nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett, hogy nem fejezzett, tekre volt bontva, vagy hát nem is hívnám őket fejezeteknek, hanem ugye szemszögeket kaptunk. És uh -huh. az nekem nagyon tetszett, hogy nem csak a főhősünk szemszögét látjuk, hanem ugye a többit is látjuk, és és a többi karakter, akik hát spoileresebbek, úgyhogy abban nem megyek bele, de hogy ők is nagyon izgalmasak voltak, tehát nem tudnék egy olyan karaktert mondani, akire azt gondolom, hogy felesleges volt a történet szempontjából. Szerintem itt az elején azért jó, hogyha mondjuk, hogy nagyjából mi a történet, mert ez igazából nem spoiler, Arról van szó, hogy van egy ifjú pár, akik elutaznak, ugyanis az esküvőjükre készülnek, jegyesek, Anának és Rafaelnek hívják ezt a két szerelmest. Egyik este Rafael elkezd egy kicsit kételkedni a Szeretné tudni, hogy tényleg azt a nőt veszi feleségül, akit ő ismer, mert egy nagyon titokzatos személyiség Anna, és emiatt rákérdez már sokat gyára a múltjára, ugyanis nem igazán beszél Anna a múltjáról, és itt kiderül egy olyan titok, ami nagyon felbolygatja az életüket, és kb. pár perccel később Anna eltűnik a szállásukról, és kiderül, hogy sokkal több minden van itt a, a sztoriban, mint amit elsőre gondoltunk volna. Szerintem nagyon izgalmas volt ez, a, ez az alapfelvetés, én is nagyon szerettem a karaktereket. Rafael nekem nagy kedvencem lett, mert ő tényleg annyira szenvedélyesen nyomozott az eltűnt jegyese után, hogy az valami eszméletlen volt. Rafaelnek egyébként van egy kisfia, Teó, aki nagyon-nagyon cuki volt. Márkot is egyébként nagyon szerettem, ugye ő volt a zsaru, aki... Rafaellel nyomozott. Szerintem is nagyon jól működtek ők együtt, mindketten nagyon motiváltak voltak a nyomozás lefolytatásában. Nekem meg egyébként a hangulata is nagyon tetszett a könyvnek, mármint hogy úgy kezdődik a, a könyv, hogy ugye Rafael, mintha kibeszélne a könyvből, mármint hogy Anához kezd el beszélni, és ez így van leírva. És ez engem egyébként a régi ilyen krimi filmekre emlékeztetett, amikor tényleg csak a monológot halljuk a, mondjuk a nyomozónak a szemszögéből, és akkor, amikor például vannak ilyenek, hogy bejön hozzá a és akkor így nézi, hogy jaj, hogy most mit viselsz, és hogy, hogy tényleg így hozzá beszél. És, és, én ezt éreztem meg, ugye volt már a nyomozó, ő egyfolytában cigarettázott, nekem ez is teljesen ezt a hangulatot hozta vissza, úgyhogy én kicsit ilyen fekete-fehérbe képzeltem el az egészet. Meg nagyon szépen van megírva. Én, én azt vettem észre az elején, hogy ilyen gyönyörű ilyen, ilyen szóvirágok, kifejezések, képek vannak benne, és így így ültem, hogy akkor ezt most, ezt a bekezdést még egyszer elolvasom. Uh -huh. Ez konkrétan a legelső pár lapom volt, hogy nekem is egyből ez így beszippantott, hogy, hogy ilyen, én nagyon gyönyörűen volt leírva maga a szituáció, aztán pedig nagyon izgalmas lett, és utána már bevalom, nem figyeltem annyira arra, hogy mennyire szépen van leírva, de ez így megmaradt bennem benyomásként, amit te is mondasz, hogy nagyon jó hangulattal szippantott be a könyv, és így ott tartott. Egyébként ez tök fura, hogy ezt most így kiemeltétek, mert én meg pont ezt írtam fel, hogy nekem sokkal jobban tetszett az előző kötetekben az, hogy nem volt ennyire túl bonyolítva az, hogy mi hogy néz ki, ki mit csinál. Nekem azt tetszett nagyon muszónak a stílusában, hogy nagyon sallangmentes volt. Nem volt az, hogy, hogy ki mit eszik reggelire, ki mit iszik, és most nekem ebbe a könyve meg tökre visszajött most az, hogy akkor leírja, hogy croissant reggeliznek, meg így, meg úgy, meg amúgy is tök mindegy, hogy ez azért kellett, hogy a francia hangulatot hozza. Szerintem anélkül is hozta, mert ennyi francia nevet meg meg helyszínnevet, mint ami a könyvben volt. volt, volt konkrétan egy olyan bekezdés, amit nem tudtam felolvasni, mert franciául volt kb. És ez engem egy kicsit így irritált ebben a könyvben, hogy nagyon sok helyszínnév volt, nagyon sok Igen. utca, hogy erről az utcáról átment egy másik utcára, nekem ez most sok volt ebben a könyvben, de abban mindenképpen igazat adok Tinának, hogy nagyon szépen ír Muszó, és szerintem hát néha vannak nagyon furcsa szóvirágai, most is volt egy-kettő, amin úgy felnevettem, hogy Jézusom, ez most fordítási hiba, vagy ő akarta ezt így megírni. Minden esetre nekem, nekem tetszett egyébként a, az írási stílus a Muszónak, eddig is szerettem, és most így tényleg muszórajongóvá váltam. Az egyébként engem is zavart egy kicsit, hogy a félkönyvet egyszerűen nem bírtam kiolvasni, mert hogy minden francia volt, ugye a helyek, az utcák, ahogy mondtad, a nevek, tehát nekem ezzel kicsit voltak problémáim, de leküzdöttem. Hát igen, egyébként a karakterek és a hangulat mellett azért ezt meg kell említeni, hogy egy nagyon fordulatos muszókönyvet kaptunk. Én Számítottam nyilván arra, hogy egy fordulatos könyv lesz, mert én azért már olvasgattam róla értékeléseket, meg már elég régóta vártam, hogy megjelenjen és uh, én nagyon-nagyon bekebelezett rögtön, az első száz oldalt így, így le, lecsúszott, és utána nem tudtam letenni, és nagyon bekebelezett rögtön, az első száz oldalt így, így le, lecsúszott, és utána nem tudtam letenni, és igazából tegnapi nap folyamán olvastam el a könyv nagy részét, és már este már azért hagytam abba az olvasását, mert már nem tudtam arra figyelni, hogy most akkor ki kicsoda, kitöltek meg, mert hogy rengeteg gyilkosság történik ebben a kötetben, szerintem ez abszolút nem spoilerás. Ez most egy nagyon véres muszó kötet lett, azt kell, hogy mondjam, viszont nekem tetszett a cselekmény, szerintem fordulatos volt, nekem a vége annyira nem volt meggyőző, mert igazából nekem leesett, hogy nagyjából mit akar kihozni muszó a kötetéből, viszont szerintem tök jó volt, és egy nagyon jó kis detektív regény volt. Nekem nem volt ilyen érzetem, engem meg tudott lepni, lehet ez azért van, mert a -e mások sok szókönyvet olvastál nekem, így, hogy ez volt az első, én bevallom őszintén, hogy múlt héten kezdtem el olvasni, mondom, szépen beosztom, nem hosszú, teljesen jól olvasható. Hát ebből a szépen beosztomból az lett, hogy egy nap alatt ledaráltam, és hogy, és hogy írogattam nektek a csoportunkba, mikor így mm. néha megálltam, hogy ez most mi? Ez mi? Mi lesz ebből? Hogy lesz, mit tudom én. És így teljesen beszéppontott. Tehát, hogy így én egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Tehát így mondtam, hogy oké, okay, leteszem. És így nem. Nem nem bírtam letenni, mert folyamatosan jöttek az újabb és újabb csavarok, az újabb és újabb információk, az újabb és újabb gondolatok, amiből hmm, ezután lehet, hogy utána kéne menni, és akkor nagy örömömre igen, utána is mentek, nyomoztak, elmentek ahhoz, elmentek ide, elmentek oda-elutaztak, utána néztek, stb. stb. És egyszer nem tudtam letenni. Úgyhogy én bevalom őszintén. Ilyen, hogy én egy pár óra alatt ledaráltam, úgyhogy nekem ez egy nagyon Tömény. Tömény és pozitív élmény volt, de de elképesztően tetszett. Tehát, hogy uh, itt most, ahogy mondtad, a többi muszóregényt, így, hát én azért lehet, hogy megpróbálkozom azzal az időutazóssal, mert az a másik kedvenc témám, attól függetlenül. Úgyhogy uh, nekem ez egy nagyon pozitív olvasmány élmény volt. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, aki még nem olvasott muszótól, én akkor azt mondanám, hogy ezzel kezdje, mert hogy ez tényleg, ez tényleg nagyon jó, nagyon jól összevarrakva, nagyon izgalmas. Tehát, hogy még csak azt sem mondhatjuk, hogy oké, okay, néha leül, mert hogy egy folyamatos rohanás. Folyamatosan igen. nyomoznak, utaznak, mennek, csinálják. Tehát nincs olyan, nincs kb. szerintem két-három oldal, amikor így nem történik semmi. Nekem volt egyébként a vége felé egy olyan pillanat, amikor nekem úgy leült már azt hogy egyszerűen volt pár pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy ez rohadtul nem érdekel, ami jelen pillanatban történik, és nekem ez volt a furcsa, hogy az eddigi kötetekben nem igen volt olyan info, ami annyira nem érdekelt, viszont itt a vége felé már tényleg voltak olyanok, amik így szerintem semmi köze nem volt az egészhez, és nem értettem, hogy ebben miért kellett ennyire nagyon belemenni. De látod, hogy ez csak most a hangulatom miatt volt így, meg hogy már túl sokat várok muszótól. Nem tudom, nekem meg, meg ha innen nézzük, akkor meg lehet, hogy pont ezért, mert én meg egy húzamból olvastam mellett, hogy engem meg az húzott tovább a flow. Hmm. És akkor lehet, hogy ezért nem volt unalmas. De Sziszi, te melyik tábort erősíted? Én sem egyébként rajta. Mondjuk a legvégén, hogyha arra gondolsz, amire én is gondolok, az nekem is kicsit fura volt, hogy ez most így hogy jött az egészbe képbe, de egyébként tényleg az, hogy nem lehetett rajta unatkozni, mert mindig, hogyha már úgy voltam vele, hogy jó, még elolvasok egy fejezetet, de abban akkor megint olyan dolog derült ki, vagy épp olyan emberhez mentek, hogy hát mondom, úristen, ezt még folytatni kell, hát nem lehet csak így letenni. Úgyhogy én abszolút amúgy nem unatkoztam rajta, meg nekem nagyon tetszett az, hogy így pörgött, és hogy ilyen rengeteg-rengeteg karakter bejött, mert minden kapcsolódott mindenhez, így időpontilag is, tehát hogy annyira jól össze volt rakva szerintem, hogy... A tökéletes gyilkosság. <gül> <gül> Igen, nagyon jól meg volt írva. Akkor így a spoilermentes rész végére még lenne egy kérdésem, vagy hát inkább kérésem felétek, hogy miért ajánlanátok ezt a kötetet egy uh, szűzmuszó olvasónak? Hát én, ahogy az előbb is mondtam, ha ajánlanék muszót, akkor egyrészt ezt ajánlanám, mert csak ezt olvastam. Viszont másrészt meg azért is ajánlanám ezt, mert hogy nem kellett hozzá nagyon sok előzmény. Tehát nem kellett tudnom ahhoz, hogy az író miket írt eddig, nem kellett tudnom azt, hogy, hogy milyen zsánerekben írt eddig, hogy milyen sztoriai voltak, hanem elég volt maga a történet és a szereplők ahhoz, hogy engem ez beszippantson, és egy jó élmény legyen muszóról. Úgyhogy én ezért ajánlanám, hogy ha valaki még tényleg nem hallott róla, vagy nem olvasott semmit, annak mindenképpen ajánlanám, hogy olvass el, mert ez egy fordulatos, izgalmas, szórakoztató olvasmány volt, és megoldódik a végére. Tehát akik nem szeretik azt, hogy valami kérdőjel marad, azoknak nagyon ajánlanám, mert ugye sokan vannak, akik azt szeretik, hogy egy könyv úgy ér véget, hogy oké, okay, gondolhatod ezt is, meg gondolhatod azt is. Na, itt most nincs ilyen, itt válaszokat kapunk a kérdéseinkre. Úgyhogy aki. Ezt a tábort erősíti, aki szereti, meg hogy ténylegesen mi áll a háttérben, annak ajánlanám. Szerintem azért sokan vannak úgy, hogy hallottak már Muszóról, viszont nem olvastak. Én azt mondom, ezeknek az embereknek, akik már elgondolkodtak azon, hogy uh, olvassanak Muszótól, ők szerintem mindenféleképp vegyük. Uh, Kezdjük be ezt a könyvet, főleg, hogyha még a krimit is szeretik mellé, mert akkor akkor tényleg nagyon-nagyon fogják élvezni ezt a könyvet. Meg hát ugye a krimi az nem unalmas, tehát nem az Igen. van, hogy akkor most várunk 20-30-40 oldalakat, amíg csak így nem történik semmi, hanem uh -huh. csak így zajlik az élet, hanem itt, itt, itt azért tényleg lépést kell a tartani, kapkodod a fejed, úgyhogy ez ne, egyáltalán nem egy unalmas olvasmány. Ami pedig szerintem még mellette szól, az az, hogy relatíve rövid. Tehát, hogy azért egy-két-három nap alatt ki lehet olvasni, vagy egyébként pár óra alatt is, mint az én példám mutatja. <laughs> <úgy. gül> Muszónak egyébként rövidebb könyvei vannak inkább, tehát ilyen 500 alatt van szerintem, majdnem az összes könyve. Egyről tudok, ami talán hosszabb, de ennek most nem jutott szembe a címe. Viszont ott van például a regény élet, az is egy nagyon rövid könyv, mondjuk azt még nem olvastam, szó szóval azt nem ajánlom. De az írók titkos élete is nagyon rövid kötet. A Central Park, az is szintén én a mostot olvastam el úgy egyébként, hogy leültem, és így végig daráltam mondjuk az írók titkos életét is, mert az meg úgy volt, hogy elvittem magammal nyaralni, és a nyaraláson elolvastam egy fejezetet, tehát hogy így semmit nem olvastam a nyaraláson, de aztán, hogy jöttünk haza, nyilván az M3-as ugye bedugult, és ott így, így ledaráltam, de konkrétan úgy olvastam el a könyvet, hogy mire leparkoltunk a házunk előtt, így pont az utolsó oldalt így befejeztem, és így becsuktam, hogy na jó, akkor ez egy ilyen utazós könyv volt, de amúgy nagyon szerettem. És egyébként az írók titkos élete az az egyetlen muszó könyv, amiben van térkép. Eddig, amiket olvastam. pedig ehhez sárton az szóval, volna amúgy. Még volna, hogy merre mennek, meg mit csinálnak, a hát, meg hol Főleg a francia résznél, amikor amúgy azt hogy miről beszélnek, meg hogy mekkora a távolságok. Na hát szerintem ennyi is fért volna bele a spoilermentes részbe. Ne felejtjétek, hogyha esetleg szeretnétek megszerezni a kötetet és elolvasni ezek alapján, akkor érdemes bekövetni az Eszterházi Bookest Instagram oldalát, ahol megtaláljátok a könyvhöz kapcsolódó nyereményjátékot, és azoktól, akik még nem olvasták a kötetet, el is köszönnénk, és most már csak azok vannak itt, akik olvasták is, végre elmondhatjuk, hogy. Még várj egy kicsit, hatalmas spoilerek következnek, Hogy kapcsolják ki. Három, kettő. Rafael nem a gyilkos. Sőt, köze sincs a gyilkosságokhoz. Viszont Fifinek. Fifinek lehet? Amúgy. Ő gyanús volt nekem végig. Egyébként végig olyan sokszor emlegették Fifit, ugye Fifi Teónak a játék kutyája, macska, és hát -e. -e. ja. És végig annyiszor felhívta rá a figyelmet. A van benne, hogy, hogy már nagyon, én már nagyon vártam, hogy mi fog történni ezzel a játékkal. Mert annyiszor leírta, hogy, és ő pedig hozta a kis fifi mm -hmm. Ott volt vele, Fifi, hogy a végén már azt gondoltam az utolsó két-három oldalnál, hogy így, ha nem lesz benne, hogy miért kellett ennyiszer felhívni fifi a figyelmet, én nagyon csalódott leszek. És hát ugye benne volt, de. Ez a legnagyobb spoiler, szóval ennyire ne szólaljunk előre. Kezdjük a kisebb spoilerekkel. Szerintem kezdjük is rögtön a könyv első nagy csavarával, ugyanis egy idilli uh, nyaralásra kapcsolódunk be, ahol Rafael és Anna éppen a, az esküvőjük előtt vannak, és tervezgetik a közös életüket. Viszont Rafaelnek vannak kétségei olyan téren, hogy nem igazán tudja, hogy Anna tulajdonképpen kicsoda, és ugye rákérdez, és végül ugye megkapjuk azt a fotót azzal a három holtesttel, és hogy ott Rafael elég érdekesen reagál szerintem, mert így rögtön felkapja a cuccát, és elindul, és igazából meg se hallgatja, hogy amúgy a, a nagy szerelmének egyébként mi köze van ehhez a hármas gyilkossághoz, és tulajdonképpen, hogyha ő ott nem reagál ilyen hülyén, akkor ez a könyv nem történt volna meg, mert akkor ugye ott lett volna Anával, amikor rárabolják, és igazából lehet, hogy meghalt volna. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a maga a sztori megtörtént Igen. volna, hiszen ugye a végén kiderül, hogy kik és hogy rabolták uh -huh. el a csajszit, de hogy, hogy nekem is nagyon furcsa volt, hogy így ott vannak egy idilli, ahogy te is nagyon jó ez a szó, ilyen idilli nyaraláson, tervezik az esküvőt, fülik szerelmesek egymásba, és nekem ez volt furra, hogy mégis azt érzi a csávó, hogy nem ismeri a lányt. Oké, okay, leírta ugye az író, hogy. De igazából fél éve. Igen, igen, igen. Tehát, hogy leírta, hogy nagyon rövid idő ja. alatt jutottak el ilyen szerelmi szintre, hogy így fogalmazzak. De hogy nekem ott volt egy ilyen kis furcsaság, hogy miért is nem hallgatja meg? Tehát végig azzal győzködik, hogy bármit elmondhatsz nekem, vég meg foglak hallgatni, végig foglak hallgatni, aztán meg elrohan. <laughs> hogy így? Hm? Micsoda. Igen, meg igazából meg akarta tudni, hogy mi az a folt Anna múltjában, amikor pedig próbálja neki elmondani, akkor meg így eltűnik, mint a mint a ködben, szóval ez elég furcsa volt számomra, és így ott néztem is az elején, hogy ajaj, muszó, mi lesz ebben a könyvben, de aztán hál' Istennek megmentette ezt a, ezt a csavart itt az elején. Ezzel a csavarral indult tulajdonképpen az egész történet, és ezután jött ugye a nagyobb része a sztorinak a nyomozás folyamata. Ti hogyan éltétek meg a nyomozást? Próbáltatok a párossal együtt nyomozni, gondolkodni, hogy vajon ki lehetett az elkövető? Hát én igazából próbálkoztam az elején, de utána már feladtam. Tehát már utána annyi karakterbe jött, meg annyi minden történt, meg olyan sok mindent derítettek ki a múlt, rengeteg embernek a múltjából is, hogy már én nem nagyon tudtam követni, és akkor úgy voltam rá, hogy jó, akkor csak így szépen megyek az árral, így hagytam, hogy vigyen az ár, és akkor így ugye kiukatunk a végére. Én nagyon sokáig azt gondoltam egyébként, hogy a, a tényleg csak lelépett. Tehát, hogy úgy gondolta, hogy jó, mivel a, amivel a nagy szerelme sem tudja ezt elfogadni, ezért, hogy megszökik. Uh -huh. És hogy egy új életet kezd valahol. És én azt hittem, hogy teljesen erre, ebbe az irányba fogunk elmenni, és így kicsit elkezdtem megutálni, lehet ez durva szó, tehát hogy egy kicsit ilyen ellenszenves lett nekem a csaj, hogy, jó, oké, okay, rosszul reagált a csávó, én mondjuk nem tudom, hogy reagálnék, hogyha életem szerelme mutatna egy három összeget hol a testet, és így közölni, hogy amúgy én tettem ezt. Tehát lehet, hogy amúgy én is ilyen tök furán reagálnék, amit uh -huh. most nem gondolok, de hogy így kicsit ellenszemes volt, hogy a csaj így lelép, így ott hagyja, és hogy így nem is jelentkezik, és akkor aggódik érte a csávó, utána megy, meg mit tudom én, és hát ugye aztán kiderül, ahogy Edina is mondta, hogy ugye elrabolják. És akkor ez nekem egy teljesen ilyen most akkor nem az van, hogy ez egy ilyen szerelmi történet lesz, ahol így, oké, okay, összevesztek a csaj, meg lelépett, hanem így elrabolták. Jó, oké, okay, akkor kezdjünk el így nyomozni. Akkor módosult egy kicsit az az érzésem, hogy jó, akkor nem ellenszenves annyira a csaj. És végig ez volt amúgy. Ellenszenves nem az. Kicsit izé ö, hibáztatom, kicsit nem. Hm kicsit a fiúval vagyok, kicsit nem. Tehát, hogy nekem inkább ez volt, nem, nem próbáltam meg velük nyomozni, mert ahogy Sziszi is mondta, annyi minden bejött, hogy egy idő után szerintem azok is feladták, akik amúgy a krimi legnagyobb királya, és ők mindig kitalálják, hogy ki a gyilkos. Szerintem azok is feladják egy idő után, mert annyi helyszínen, annyi szereplővel, annyi minden történik. Nekem inkább ez volt, hogy így kapkodtam a fejem, hogy akkor most így, most így, akkor vele vagyunk? Nem vagyunk vele? Akkor most ő, ő a gonosz? Idézőjelben nem ő a gonosz? Ő a rossz? Ő, ő tette? Nem ő tette? Áldozat volt? Nem volt áldozat? Szóval ez az érzés volt bennem, és én ezt így, ez a lényeg, így, így mentem velük egyébként. Annak karaktere végig ilyen titokzatos marad, mint ahogy ő is szerette volna megtartani magának ugye a múltját. Én egyébként végig abban a hitben voltam, hogy Márk tudja, hogy benne van ebben az ügyben. Tehát, hogy én nagyon-nagyon reméltem, hogy Márk egy olyan karakter lesz, aki a végén ilyen párfordulással ő lesz a legnagyobb sorozatgyilkos Franciaországban, vagy nem is tudom, én nagyon reméltem, hogy vele valami hasonló dolog fog történni, vagyok nem pont erre számítottam, de azért szerintem jó volt egyébként, hogy az ő karaktere nem maradt végig ez az idős zsaru, aki belecsömörlött az életébe, hanem egy kicsit így oda pörköltek itt a végére az ő karakterének. De számított, tehát hogy, hogy, voltak rá utaló jelek, vagy csak szeretted volna, hogy ez lesz. Mert én, én ezen gondolkodtam, hogy megmondom őszintén, így ültem, hogy, tehát, hogy amikor megölte a másik nyomozót, akkor így, akkor így úgy voltam vele, hogy oké, okay, ennyire szeretne segíteni a szomszédjának, vagy hogy, hogy ennyire belefolyt már, és elragadtatta magát. Tehát azt gondoltam, hogy van egy kisebb ilyen ideg azért, mert hogy nagyon régóta nem nyomozhatott, és hogy most újra nyomozhat, és akkor így elkapta a hív, de én nem számítottam rá, hogy kvázi az egésznek ő volt a katalizátora, tehát ő robbantotta ki ezt az egészet, úgymond. Én meg pont ennél a jelenetnél kezdtem azt érezni, hogy biztos, hogy benne van, mert hogy úgy reagált erre a dologra, hogy így teljes mértékig leszarta azt, hogy ő megölt egy embert, és teljesen mindegy, hogy Nyomozó, nem nyomozó, szerintem azért a rendőrökben is egy nagy, nagy foltot hagyja. Nem is a becsületeden, hanem az életeden azt tényleg, hogy megöltél egy embert. És nekem ott jött az, hogy szerintem azért bármennyire is bírjak egy embert, hogyha meg kéne nekem ölnöm valakit, valaki miatt, akkor én kiszállnék abból. És tök mindegy, hogy nyomozó vagyok, nem nyomozó vagyok, amikor már nyugdízott vagyok, akkor nem csinálnak ilyeneket. És nekem ott volt ez nagyon fura, hogy többször leírt egyébként Muszó azt, hogy márknak a szem miben ezt a megszállottságot látta, és ahogy ugye kiderült, hogy meghalt a felesége, ott már sejtettem, hogy valami itt tényleg sáros lesz már, mert öngyilkos lett a felesége, tehát miért lett volna öngyilkos? Szóval, hogy nekem igazából az volt a fordulópont az a jelenet, amikor ugye elmondta, hogy ő megölt egy embert, így random kijelenti, és utána, hogy többször is leírt a muszó, hogy a a megszállottság a szemébe meg, hogy mennyire megy ezután, az ügy után. Én ott sejtettem, hogy nem csak azért, hogy egy szomszédnak csak így segítsen az élete árán is, mert azért szerintem annyira nem voltak nagyon jó viszonyban, hogy ezt megtegye egy mm. szomszédért. És mert mondjuk, hogy... hogyha már tudjuk, hogy a lánya miatt tette ezt az egészet, na abban mondjuk azért ez a, ez a hevesség, amivel ő nyomozott, és hogy megölt egy embert, az már mondjuk benne van. Nekem kicsit ez a hideg személyiség egyébként, ugye ez ahogy kiderült, hogy öngyilkos lett a, a felesége, nekem ebből kicsit az is jött, hogy ugye ilyen hideg vérel meg tudta ölni ezt az embert, mert az érzések annyira már így nem, nem voltak benne, viszont én nem számítottam arra, hogy végül ez lesz a végén, hogy, hogy a lánya miatt tette ezt az egészet. Én egyébként azt hittem, tehát azért mondtam ezt az ideg mert ugye, ugye ő gyógyszerezi magát, uh -huh. tehát ez többször is le van írva, hogy ugye a gyógyszerek bemenekül. És én azt hittem, hogy valóban ide fogunk kiukadni, hogy ő ebben a nyomozásban így összetörik. De egyáltalán nulla gondolatom volt azzal kapcsolatban, hogy neki a lánya, a felesége, a kiskutyája, a szomszédja, bárkiek kapcsolódik egyébként ehhez az ügyhöz. Mert hogy azt már azt gondoltam, hogy de eszembe se jutott igazából, nem is az, nem is az hogy azt gondoltam, is hanem se eszembe se jutott, nem. hogy ő így kapcsolódna. Azt hittem, hogy majd így belefolyik, és hogy beleőrül kvázi ebbe mm. a nyomozásba, de nem gondoltam, hogy a múltja miatt folyik bele. Valószínűleg ez azért is van, mert azért nekem ez volt a negyedik muszókönyvem, én már tudom, hogy a legsárosabb hogy mire alakok, figyelj. igen, a legsárosabb alakok azért mindig közel vannak a tűzhöz. Minden karakternek az van valami Igen, azben. és nekem furcsa volt ez, hogy már így rögtön felajánlja, hogy megyek, segítek, figyelj, mindent megteszek neked, menjünk, nyomozzunk, tehát hogy Muszónak a stílusában ez benne van, hogy mindig, mindig egy olyan karakternél csavar a legnagyobbat, akitől amúgy, amúgy rohadtul nem várnád azt a csavart. Tehát hogy egyébként arra a kérdésedre, hogy hogyan tetszett a nyomozás, ugye én mondtam az elején, hogy nekem nagyon tetszett, hogy az írói vénáját belevonták, és nekem ez, ez még jobban is tetszett, mint Márk nyomozási módszerei, tehát nagyon tetszett, hogy ő, mint író az írói kutatási módszereit vonja bele is, hogy odautazik, beszél ugye Anna családjával, hogy elmegy az újsághoz, hogy a főszerkesztővel találkozik, hogy az akkori rendőrökkel találkozik, tehát, hogy ténylegesen beletette azt a nyomozást, a azt a kutatást. Teszette. Igen, igen, igen. Míg ugye Marknál inkább ő az intuícióját követte. Mm. Tehát a sok éves tapasztalatát abban, hogy ő a nyomozásukat, hogy vezette, azt tette bele. És nekem ez a kettőnek a az ellentétem, az ilyen tök jól megfért egymást, mert tök, tök jó volt látni, hogy egy volt zsaru, hogy áll neki egy nyomozásnak, meg tök jó volt látni, hogy egy, egy író mondjuk hogyan áll neki így kutatni a múltat. Nekem ez nagyon tetszett a nyomozásban, meg hát amit elmondtunk, hogy nagyon izgalmas volt. Nekem is tetszett egyébként ez a kettősség, ugyanis a, sokszor szokták mondani az ilyen detektív sorozatokban, filmekben, könyvekben, hogy a, a rendőrök nagyon sokszor a megérzésükre, meg a szimatukra Uhum. hivatkoznak, és itt is rengetegszer volt erre példa. Még ugye Rafael a tényekre hivatkozott nagyon sokszor, és láttuk, hogy jegyzetel, rengeteg okiratot, meg dokumentumot szedett össze, és ez szerintem tök izgalmas volt. Tényleg, amit mondtál is, hogy látni ezt a két különböző pólust így összemelegedni, és együtt alkotni egy nagyot. Egyébként így most utólag visszagondolva az élményre, az, hogy nem vonták be a rendőrséget, ugye ez márknak volt a, uh -huh. az ötlete kvázi, hogy ne vonják be a rendőrséget, mert úgyis úgy elvinni a rendőrség, meg majd ők ketten megoldják. Utólag így azt mondom, hogy ez elég nagy. Amután elég nagy nyom volt. De tényleg hogy akkor meg nem, nem tűnt annyira fel, mert akkor meg tényleg az volt, hogy ott még a csajszínak annyi vaj volt a füle mögött, Igen. hogy azt gondoltuk, hogy oké, okay, itt lehet, hogy nem akarnák megmenteni a csajt, hanem a csajt hoznák ki uh -huh. kvázi rossznak az egész történetből. És akkor én ott, ott még úgy nem tűnt fel, de így utólag amúgy, hogy így már, ha, nyilván így már okos az ember, utólag. Utólag ez egy, ez egy nagy nyom, hogy ő ott azt mondta, ugye, Rafaelnek, hogy nem, 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 nem kell bevonni a, a rendőrséget, meg inkább nyomozzunk a saját szakállunkra. Hát de ebben mégis az is benne van, hogy Annál tényleg nem akarta, hogy kiderüljön, hogy ki is Igen, azért mondom, hogy ott ez, ez miközben nem olvastam, nem a... tűnt fel, csak így utólag, hogy aha... De hát nyilván meg ott, ott, még bármi kiderülhetett volna Anáról, nem így az olvasók számára is. Én is azt hittem egyébként, hogy a legelén, hogy Aná ő önszántából lépett le egyébként, és hogy azért nem is tudják megtalálni, meg én azt hittem, hogy tényleg belőle fog kijönni az, hogy, hogy valami tényleg nagyon nagy bűnt követett el. Én is azt hittem, hogy ő lesz a sorozatgyilkos egyébként, de tehát, hogyha ő lett volna, akkor nem lett volna ez a hosszú regény. Tehát, hogy így ezt rögtön el is vetettem az elején, hogy Anna biztos, hogy nem sorozatgyilkos, viszont azért így jó volt így gondolni rá. Meg hát, ahogy Edina is mondta itt egy pár perc ezelőtt, hogy azért ez nagyon meg volt, ki volt találva. Tehát ez a tökéletes igen. büntény, mert ugye nem büntény, de hogy uh, hogyan vegyült el Anna-a Franciaországban, kinek a nevét használta, hogyan tudott leérettségizni, hogy került át ide, ugye hogy szökött meg, amikor behozták azt a szállat, hogy, hogy ő nem Anna, hanem ugye Claire, a, én ott dobtam egy hátast, hogy mi van. Uh -huh. Tehát, hogy így, oké, okay, azt gondoltam, hogy menekül nyilván valami elől, hogyha ennyire titokzatos a múltja, de azt nem gondoltam, hogy egy egész ilyen sztorit kapunk, hogy ugye lányrabló, meg hogy bezárva tartotta éveken keresztül, és onnan szökött meg, szóval, hogy így. És még találkozunk az igazi Anával is, tehát hogy itt is az van, hogy ugye még hozzá is elmennek. Úgyhogy nagyon, nagyon csavaros volt meg fordulatos, és hát le a munkszó előtt, én csak ezt tudom mondani, hogy, hogy tényleg, tényleg, végig olyanokat hozott fel, meg talált ki, meg utalt vissza, amire így, így nem számítottam. Hát meg a politikai vonatkozások, nekem az nagyon tetszett egyébként benne, hogy behozta ugye a republikánusoknak az uh -huh. ügyét, plusz ugye az is szerintem mesteri volt, tehát a, a tökéletes gyilkosság, hogy ugye meghal egy nő, és tulajdonképpen először össze se tudtad őket kötni, mert oké, okay, meghalt, kábítószeres volt, túlladagolta magát, beverte a fejét, egyebek, és volt egy adrenalinfüggő nő, aki meg ugye leugrott egy hídról, és hát rosszul sikerült a, az ugrása, és Nekem az is nagyon-nagyon tetszett, amikor kiderült, hogy a két nő között mi volt a kapcsolatna. nekem az sokkal jobban tetszett egyébként, mint hogy Anáról kiderült, hogy amúgy ő nem is Aná. Nekem ez az összefüggés, ez nagyon tetszett, meg ez a gyilkosságnak a része. Meg azt, hogy ugye félrement az e-mail, hát úisten, no, úristen, ki talál ki ugye egy betű az i helyett y-t írt Florence ugye az e-mailbe, és hogy azért más kapta meg, és az is, ahogy már azt a családot látjuk, tehát ott is már igazából ugye csak az asszony van életben, és hogy ott is miken mentek keresztül, kapunk egy, egy másik sztorit, és tök jó, hogy ez is így össze van hozva, hogy... Nekem pont ez a része nem tetszett nem. a karimnek. Nekem ez volt az a leülős, amikor ott leült a sztori, hogy na még csavarjunk rajta egyet, akkor még legyen egy ilyen e-mail, meg nekem pont az a rész volt az, ami amúgy abszolút nem jött már be, mert már csak csűrte, csavarta, és konkrétan semmi Értelme nem volt. Nekem tetszett, én most Sziszivel értek egyet, de lehet, hogy csak azért mondjuk ezt, mert hogy nem olvastunk annyi muszót, és te már, te már így kigyomláltad volna azt a részt, ami, ami szerint. Nekem az ott annyira nem, nem volt annyira nagy jelentőség, hogy mondjuk én azt beleírjam a könyvbe. Hát, de meg. az volt ugye a bizonyíték. Ez pont a, a ez volt hang, a lényege a az egésznek, hogy ugye, hogy szép és jó, hogy ők most így visszafejtették a múltat, de ha nincs rá bizonyíték, akkor mert kukába az egész, amin dolgoztak. Mert okay, ők tudják, van. de pont. Oké, okay, hogy van rá bizonyíték, de most ezt miért kellett ennyire még belefűzni még egy családnak a történetét? Tehát, hogy már annyi információ volt ebben a könyvben, hogy szerintem teljesen felesleges volt még jobban eltéríteni a, az olvasókat ezzel. Nekem egy kicsit igazi volt ettől. Tehát, hogy ezt sokkal jobban el tudtam képzelni, hogy a valóságban tényleg egy rossz helyre ment e-mail. Az, amire nem gondol az, aki kitalálta a tökéletes gyilkosságokat, ugye, Zora. azt hiszem Zorának a Tehát, hogy, hogy pont ez az, hogy ezt mondjuk nem tudta? Nem tudta kontrollálni, hogy a csaj elgépelt egy betűt, és másnak ment el az e-mail. Tehát, hogy, így, hogy nekem ettől lett igazi. Tehát, hogy oké, okay, lehet, hogy amit mondasz, hogy az a plusz család már nem, de ez a fordulat, hogy egy rossz helyre ment e-mail, az, ami ugye a kis rés, a tökéletes büntényen, az viszont nagyon tetszett. De ez a plusz család is azért kellett bele, hogy találkozz egy olyan emberrel, akinek meghalt a gyereke és már ott is, ahogy már reagált erre az egészen, mm. meg amit beszélgettetek Jó, hát már, igen, igen. az a rész is nekem ott nagyon sugalta, hogy itt valami biztoság lesz. Itt mm, és itt még, lesz hogy együtt van, is ami... érzett vele, meg mondta, igen. hogy hát hasonló a sorsuk, meg mit tudom én. Jaj, jaj, így, és ugye ott igen. még igen. csak annyit tudtál, hogy neki öngyilkos lett a feleség, igen. és akkor miért hasonló a sorsuk? Mondjuk ez már eléggé a könyv vége felé volt, de ez valószínűleg ezért kellett a sztoriba ez a plusz család, hogy itt kicsit így már behozza Márknak a tényleges, hát nem bűnösségét, hanem... De csak akkor szerintem mondjuk is el egyébként, hogy ugye Mark lánya, Louise, ugye? Vagy Louisa? Louise. Louise. Ki, hogy szeretné hmm. olvasni, mondani ilyenek a francia igen. <laughs> szóval, hogy ő ugye együtt raboskodott Klerivel. Tehát ő is egy lány volt, akit elrabolt ez a szociopata igen, csak bűnöző. Ugye ők nem tudtak egymásról. Viszont ugye Kleri nem tudta. Tehát amikor hmm. ő megszökött anno ettől a bűnözőtől. Volt egy harmadik lány. Így van, nem tudott a másik két lányról, és ugye nem szólt senkinek hanem csak simán elszökött, és ezért hibáztatja már, hogyha szólt volna a rendőrségnek, vagy bárkinek egy névtelen bejelentéssel, akkor ugye meg lehetett volna menteni a másik két lányt. Mert Igen. hogy ugye a holtestek, amiket a könyv elején mutat, ugye Rafaelnek, akkor még Anna, akkor azok ugye a lányoknak a testei, illetve a a csávónak, aki elrabolt őket, akinek a, a nevére most szintén nem emlékszem, de hogy így kapcsolódik bele Márk. És tulajdonképpen a legnagyobb, nekem a legnagyobb csavar az ez volt, hogy oké, okay, végignyomoztuk, kiderült, hogy ki Anna apja, kiderült ki az anyja, kiderült, hogy megölték az anyját, kiderült, hogy megölték az újságírót az anyjával mm. együtt, és ennek az egésznek végül az apja, ugye ilyen asszisztensének, vagy, vagy párt, szervezőjének, nem tudom, hogy mi a hivatalos titulusa ugye, Zorának. Ugye ő volt a hátterében, ő mozgatta a szálakat, ő tudta elintézni, hogy ez a csávó ilyen nagyra törjön, ugye, a politikában. Kiderült, hogy ugye ő Anna apja, és mindent megtudtunk, mindent helyre került, minden ott lett, megmentették, hurrá, Izé, Rafael, és ő újra együtt vannak. És akkor az utolsó három oldalon meg kiderül, hogy Márk lánya, ugye, kvázi Anna miatt halt meg. Uh -huh. És így ősz, hogy legalábbis én így ültem, hogy mi van? Tehát, hogy amit mondtam és hogy nekem egyáltalán nem volt, és ez egy, ez egy ilyen utolsó, utáni csavar volt, ami a legjobban tetszett, hogy fifi miatt, <laughs> ugye? Fifi miatt, nem véletlenül mondtam a, a, podcast elején, szóval fifi miatt kiderül, hogy amúgy Márk dobta fel Anát, tehát ő buktatta Igen. le, ugye Zoráik előtt, mert Zoráik azt hitték, hogy X évvel ezelőtt eltűnt, soha többé nem látjuk, vagy meghalt. Erre már pedig lebuktatta, hogy á, egyébként ő nem Anna, hanem ugye Claire, és ugye ő volt a, a pártelnöknek a, a, lánya. És így ültem, hogy mi van? Tehát, hogy még az utolsó utáni csavar után is kapok egy csavart, és azt hittem, hogy Márkot meg fogja ölni. Tehát, hogy én abba hitbe voltam, hogy hiába mentették meg, hiába olvastam végig ezt a 300 oldalt, hiába verekedtük át magunkat az egész múlton, itt most meg fogja ölni. Mert kinéztem volna belőle, hogy megöli. Na, mint, hogy kit? Hát már, ugye? Klert. Nagyon... <laughs> Egyébként ezt a fordulatot én nagyon vártam, hogy, hogy megöli őt. És még abban is, tehát nem reménykedtem, mert nyilván nem akartam, de mondjuk amiről elvitte Teót, nyilván igen, arra is igen. gondoltam, hogy valószínűleg a kisfiút fogják én megölni. Is. Nyilván ez nem történt meg, hál' Istennek, de azért mondjuk Klert megnéztem volna, hogy meghal, és nem azért, mert szemét vagyok, hanem mert nekem az ott egy eszméletlen jó csavar lett volna a végére, mert én egyébként nem vagyok annyira elégedett ezzel a lezárással, mindenre választ kapunk tényleg, de egy egész könyvön keresztül nyomoztunk, Claire, Anna, tök mindegy, hogy hogy hívják után, és én nagyon vártam volna azt az újraegyesülést, amikor találkoznak rá le és nekem nagyon hiányzott a könyv, hogy nem igen volt az benne. Pont kimaradt. Nekem nagyon hiányzott az a, az a rész belőle. Igen, mert ugye csak egy telefonhívással lett kvázi igen. letudva. Aztán már rögtön voltam, ott, ott vannak együtt. Igen. Olyan volt egy kicsit a vége, mintha hogy ráébredt volna, hogy ú, nem kéne ilyen hosszú könyvet írnom, és így ledarált az utolsó egy-két fejezetet. Bár egyébként nekem egy kicsit ez is a valóságszerű. Tehát, hogyha kilométerekre más országba vagyok, attól, akit meg akarok menteni, de elintéztem, hogy elengedjék, nyilván felhívom. Uh -huh. Jó, egyébként bele lehetett volna írni, plusz jelenetet, plusz egy oldallal. Tehát azért annyira nem dobta volna meg a könyvet de egy kicsit nekem ez is volt. A valóságszerű volt, hogy nem volt ilyen nagy... volt, csak vártad volna, hogy igen, találkozzanak a reptéren, és akkor szeretlek meg minden. Ja, ja, ja. Vagy hogy beszélgessenek egyet, mondjuk. Igen. Hogy, hogy hát, úgy így, igen. és nagyon sok mindent megtudtam róla az elmúlt Bocsánat, hogy négy napban. Bocsánat, hogy elszaladtam előled, meg egyebek nem hallgattalak végig. Azt kellett volna végére. De akkor neked ez most egy rossz élmény, tehát összességében, hogy így... Nem. Nekem ez volt a legjobb muszókai, amit eddig olvastam. Tehát, hogy akkor nekem, nekem a vége nem tetszett annyira, de csak emiatt a jelenet miatt, meg hogy így kitaláltam Márkod, de valószínűleg most csak ilyen hangulatomban voltam, hogy ez a lezárás nekem nem tetszett. Szerettem egyébként nagyon ezt a könyvet. Hát nekem igazából ez az egyetlen dolog volt, ami ugye nem tetszett. Nektek volt egyébként olyan dolog, ami nem tetszett így a könyv kapcsán. Nekem az nem tetszett egyébként, szerintem tök fölösleges volt, hogy ugye Claire, akkor még Anna, terhes volt, mikor elrabolták, és hogy ezt ugye utólag tudja meg, ugye nyilvánra fel, mert hogy azt se várta meg, és elront, hogy ugye ezt elmondja neki, aznap este, szerintem teljesen fölösleges volt. Kaptunk, megkaptuk teót, tehát hogy az apai érzéseket már amúgy is átélte erre fel, tehát hogy nem kellett még pluszba. Nem tudom, hogy miért kelt bele ez a hogy még terhes is. Nem elég, hogy árbolták, nem elég, hogy nem tudunk semmit a múltjáról, nem elég, hogy, 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 hogy nyomozunk utána, de még terhes is. Nekem ez, ez, ez volt az egyetlen olyan, hogy mm, ezt meg kicsit túlzásnak érzem. Ez egyébként nekem így egymagában nem lett volna nagy baj, hogy Anna, vagy Claire terhes, viszont az, hogy Florence is terhes volt, és ő ugye úgy halt meg. Aztán ott volt, amikor Rafael elment claire a régi házába, akkor is Kinyitotta az ajtót az asszony, és ő is terhes volt, ráadásul nagyon-nagyon terhes volt, ilyen minden órás terhes, és így nem bírtam elviselni már ezt a rengeteg terhes nőt egy könyvben. Igen, egyébként durva, hogy mi mindenki is terhes volt. Már csak azt kellett volna, hogy kiderüljön, hogy amúgy Claire anyja is terhes volt, amikor meghalt, és akkor <laughs> körbeértünk volna. A Klárnek a rokona is, mint terhesek, vagy Amazonok. É, igen, igen, Akkor szerintem mindhármunk nevében mondhatom azt, hogy egy nagyon jó könyv volt, és nagyon jó élményekkel gazdagodtunk, és ennyi is fért volna bele a mai adásunkba. Ha olvastátok ezt a kötetet, akkor írjátok meg nekünk kommentben, vagy az Instagram oldalunkon, hogy tetszett nektek. Reméljük, hogy jól szórakoztatok, ma is tetszett ez az adás, és tartsatok velünk júniusban is, hiszen érdekes témával készülünk nektek. Ugyanis mindhárman nagy Disney rajongók vagyunk, így a Manó könyvek közreműködésével a Disney sorsfordító kötetekről, illetve a gonosztevő sorozat köteteiről fogunk beszélni. Reméljük, hogy találkozunk legközelebb és Sziasztok! 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 Eszterházi Podcast.